Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. Egy kicsit halkan beszélek, mert a családom még alszik, de a mai videóban ismét egy mézeskalás díszítésre szeretnélek meghívni benneteket. A múltkori mézeskalás díszítésben kimondottan hűvös árnyalatokkal dolgoztunk, de hozzám sokkal közelebb állnak ezek a klasszikus meleg karácsonyi színek és ezek a helyes kis formák. Így született meg most ez a videó. A kiszúrókat a Süti Saurustól kaptam ajándékba, tőlük lehet akár egyedi süti kiszúrókat is rendelni, és nagyon-nagyon nagy választék van különböző aranyos formákból is. A mézes kalács alapreceptet, amivel dolgozok, azt a videó leírásában találjátok. Mindig ezt használom, most egy picivel több liszttel, úgy sokkal szebben tartja a formáját, viszont egy kicsit keményebb lesz. Képen látható fraktálgél ételfestékeket használtam a színezéshez, valamint egy dupla adag cukormázzal készültem, hiszen másra is kellett majd, más díszítést is kipróbáltam. Tehát ezt a cukormáznak a receptjét is megtaláljátok a videó leírásában, ez a 25 dek a porcukor és egy tojásfehérje, jól kikeverve. Az első részét most ilyen világos barnára színezem, ezzel adok egy kis kontúrt a mézes kalács embereknek. Ebből a sűrű mázból mindegyik színnél félreteszek egy keveset, mert majd jól jöhet még díszítéshez, aztán a többit visszanyomom a tálba, és a maradékkal együtt felhígítom egy kis vízzel, és így elkészül a terülő máz. Tehát egy picit mindig félreteszek, mert jól jöhet még, de a többit azért inkább már felvízezem. És amint megszáradt a kontúr, már töltöm is. Ezután szintén a sűrű mázzal, tehát nem hígított cukormázzal, hópehelynek adok egy kis kontúrt, megtaláltam ezt a kis vékony csővégemet, ami kimondottan erre a célra szolgál, úgyhogy most ezzel dolgoztam, nagyon-nagyon precízen lehet vele dolgozni, hogyha gondoljátok, érdemes beszerezni. Most egy kevés cukormázott zöldre fogok színezni, és egy viszonylag zárt, de lényegében bármilyen csillagcsövet használok, azt teszem a habzsák végére, és már készülnek is a kis fenyőfák pár mozdulattal, és szerintem nagyon látványos. Ez lényegében meg is van, érdemes egy pici dekorcukorral megszórni, még így frissen, de akár később is. És a kevés barna cukormázzal a fának a törzsét is elkészítem, majd valamennyi cukormázat ismételtem félreteszek, és pirosra fogom színezni. Készül néhány kis ajándékdoboz, először ennek fogom a kontúrját megadni. Most előveszem a kis mézes kalácsházikó formát, ennek a teteje fehér lesz majd, de az alapja piros. Most pedig a felhígított piros mázzal betöltöm azokat az elemeket, amiket erre a célra szántam. Összegyűlt már egy jó néhány mézes kalács, ami nagyobb területen lett cukormázzal borítva, tehát szeretném, hogy gyorsan megszáradjon, ezért a sütőt bekapcsolom, 50-60 fokra alul-fölül sütésre állítom be, majd egy tálcára helyezem a mézes kalácsokat, és körülbelül 15-20 perc alatt nagyon szépen megszárad. Ezeken a kis cukorbotokon nagyjából megszáradt már a piros cukormáz, most pedig fehérrel fogom tölteni a hiányzó részeket, hogyha nem fértek oda, teljesen bizonyos területekhez hagyjátok szabadon, a terülőmáznak az az előnye, hogy mindenhová el lehet juttatni, egy fogpiszkáló vagy hurkapálca segítségével ilyenkor érdemes még igazítani rajta. A sütőből kivéve már látható, hogy nagyon jól megdermett a piros máz a mézes kalács házikókon. Így előveszem még a fehér kontúrt, és ilyen kis havas tetőt készítek, mint hogyha a hó így leomlani szeretne a ház tetejéről, csak így lazán odarajzolgatom. Ezt fogom majd később feltölteni terülőmázzal.
Itt már este van, minden megszáradt, minden a helyére került, most már nem maradt más, mint az utolsó simításokat elvégezni. Azokra kis ajándékdobozokra ilyen különböző masnikat próbálok készíteni a megmaradt, sűrűbb cukormázakkal. A karácsonyfák is kapnak néhány pöttyöt, de így magukban is teljesen szépek szerintem, ez is ízlés kérdése. Most a mézes kalácsemberkék jönnek, itt egy picit érdemes precízebben dolgozni, először a száját készítem el, majd ezeket a jellegzetes kis mintákat, amik rajta vannak a mézes kalácsemberkén. A mézes kalácsházikóra ajtót, ablakot rajzolok, és megvárom, hogy megszáradjon, hiszen még egy pici adventi koszorút is fogok rajzolni majd rá. Készítettem egy ilyen kis üzenőtáblát, és erre próbálok egyforma betűket rajzolni. Nem egy egyszerű dolog, úgyhogy a karácsony szót azt már inkább ehető filccel írom rá. Utolsó lépésekként a mézes kalácsemberkének szemet, valamint szemöldököt rajzolunk, egy kicsit ilyen aranyos, csodálkozós feje kell, hogy legyen. Végeztem a hópelyhekkel is, én nagyon sok időt el tudnék tölteni mézes kalács díszítéssel, de most ennyi fért bele. Nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó nektek, és még hasznos lehet akár így az utolsó előtti napokban. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. További szép napot, és sok sikert kívánok nektek! Sziasztok!